Köszöntök mindenkit a mai alkalommal egy viszonylag részletes, de teljes áttekintést szeretnék adni arról, hogy mi, mi történik az univerzummal elejétől a végéig. Ugye azokból a, ma már talán ténynek mondható dolgokból fog kiindulni, hogy az univerzum az a végtelenség tágulni fog, mert hogy ez, ez az ősobbanásban az ilyen kezdeti, energia, amely elkezdte tágítani ezt, ez olyan nagy volt, hogy végül a gravitáció nem képes lelassítani annyira, hogy aztán végül összerántsa az egészet újra egy pontba, tehát nem fog összeomlani az univerzum, hanem a végtelenség egyre gyorsuló tágulásban szét fog szakadni, és ma már, ma már a Hubble törvényből, meg az ilyen Hubble, állandóból megállapították a tudósok, hogy ez, ez fog történni, hogy szétrepül a világ, az univerzum széttágul, de hát akkor, akkor most már tudjuk nagyjából, hogy ez fog történni, és akkor nézzük meg, hogy ennek nyomán mi mi a helyzet a világgal. De hát a legelejéről kezdjük, tehát a nagy nagy ö, első kiindulási ponttól, ugye az ősrobbanástól, amiről nem lehet semmit se tudni, csak annyit, hogy megtörtént, és akkor innen elindul az idő, és halad, és ugye bár a téridőt azt ugye egybe kell rajzolni, és akkor itt lehet, lehet mindenféle ilyen vonalat rajzolgatni, hogy a tér az hogy tágult, exponenciálisan kitágult itt a legelején, ugye itt ez 10 a mínusz, Tíz a mínusz rohadsokadikon, másodperccel az ő sobanás után történt, ilyen exponenciás tágulás volt, ugye itt volt nagy szerepe a Higgs részecskének, ugye a hőmérséklet a végtelenről, mert ugye a t egyenlő nulla pillanatban, a hőmérséklet az plusz végtelen volt, tehát plusz végtelen Kelvin, tehát nagyon meleg volt viszonylag, és akkor ott nem tudom, ez a kvantumgravitációs korszak, amelyről jelen pillanatban semmit nem tud a tudomány, nagyon jellegzetes modellje, vagy nagyon ígéretes modellje ennek a témakörnek a húrelmélet, amelyet, amelyet mostanában próbálnak ugye igazgatni, viszont ne, nagyon nehéz bebizonyítani, hogy az tényleg úgy van, mert olyan nagy energiák voltak ott, ilyen magas hőmérsékleten, hogy nem lehet olyan nagy részecskigyorsítókat építeni, amely az ottani körülményeket le tudná írni. Na és akkor ez történt, hogy kitágult, és akkor ugye az univerzum az itt kicsit lelassult tágulni, aztán most, de még így is azért tágult, és akkor úgy lehet modellezni, hogy itt aztán exponenciálisan kitágul, és így a végtelenség elröpül mindkét irányba, persze, és akkor nem. És akkor, hogyha a T egyenlő végtelen, akkor végtelen kitágul az egész, és itt szétrecsen az egész. Na és hát azt lehet mondani, hogy az ősrobbanás után ugye nagyon nagy volt a hőmérséklet, és azt lehet mondani, hogy a hőmérséklet az idő múlásával az ugye a végtelenből elindult, tehát plusz végtelen volt, és akkor szépen elkezdett csökkenni, hogy a szokott, és szépen csökken az idő vég, végéig örökké. Majd, hú, el ne felejtsék mondani ilyen nagyon érdekes dolgokat, írom azt, hogy színes univerzum. Erről majd jó lenne beszélni, mert hát ez történik, hogy szépen csökken a hőmérséklet, a hőmérséklet az lecsökken az idővel, ugye eltelt most már 13,8 milliárd év az univerzum életében, életéből ennyi eltelt, és akkor most már nagy, annyira lehűlt a hőmérséklet, hogy most ha kimegyünk az univerzum tehát az és ott megmérjük a hőmérséket, akkor ilyen 2-3 Kelvin e, körüli hőmérséklet van, 2,7 Kelvin kb. Ilyen, ilyen e, hűvös most az univerzum, és ennek okán majd kiderül, ezért tele van sugárzással, amely ennek a plankeloszlásnak ugye a 2,7 Kelvines Planck eloszlásnak, ami valamilyen random eloszlás, annak kb. a rádió tartományba esik a hullámhossz az ilyen elektromágneses sugárzásnak, ami ezt a termikus háttérsugárzást képviseli. Tehát ilyen hőmérsékletű az univerzum, ez olyan, mintha egy rádió hullámú sugárzás konkrétan azt tölti ki az egészet. Hőmérsékleti sugárzás. Ezért a feketetes sugárzásról lehet itt részletesen beszélni majd. de ezt majd egy másik videóban. Na és akkor most mi történt? Tehát akkor vegyük szépen sorra, hogy mi történt. Rohadt magas volt a hőmérséklet. Ugye T egyenlő nulla pillanatban, és akkor ugye itt nagyon sok esemény történt, és ezekről az eseményekről kell most beszélni. Ugye amikor nagyon-nagyon nagy hőmérséklet volt, akkor a Higgs bozon, Higgs részecskék, ez a Higgs mező, ez szépen felszakadozott és lebomlott anyagi részecskék rá, hát főleg kvarkokra, meg antikvarkokra bomlott le, tehát a Higgs az így lebomlott, és akkor ebből lettek a kvarkok, és akkor ez volt a hadron korszak, ugyanis a kvarkok azok egy ilyen nagy kvark gluon plazmát képeztek az univerzumban, az egész univerzumot ez a kvark gluon plazma töltötte ki, egy pár, pár szót erről is fogok mindjárt mondani, tehát Higgs részecske, tehát a Higgs mező az lebomlott ilyen kis kvarka, anti kvark, antikvark részecskékre, amelyek nagy-nagy sűrűségben voltak jelen az univerzum kezdeti szakaszában, nagyon nagy volt a hőmérséket, és megtörtént az a folyamat, hogy, hogy a kvarkok azok átalakultak egymásba. Ugye minden kvark az háromféle színben fordulhat elő, plusz az antirészecskéi, és akkor ezek szépen ott mindenféle hadronokat képeztek, ugye összeállhat mindenféle kvarkpár, mondjuk összeáll egy kvarkpár-antikvarkpár, mondjuk háromféle kvark, mondjuk egyszerűség piroskék piros, kék és sárga. Ilyen színben létezhet egy kvark, mondjuk a zubkvark erről a zub kvarkról, kvarkról, már régebben volt szó. Persze itt nagyobb tömegű kvarkok is voltak, tehát itt már nem is tudom milyen kvarkok vannak itt. Tehát elektron helyett voltak a műanok, voltak a bájos kvarkok, meg, a, meg az ilyen nagyon furcsa nevű kvarkok. Ezek ilyen nagy tömegű kvarkok, ezek tovább aprózódtak, és kisebb tömegű kvarkokká Bomlottak le, hát egészen le, lebomlottak addig, amíg már csak upkvarkok voltak, meg dánkvarkok. Ezekből mind, mind, mindegyikből van három fajta szín, tehát piros, kék, meg sárga, meg ezeknek antirészecskéi, és akkor ezek szépen át tudnak alakulni egymásba, és mondjuk van, tegyük fel, hogy van egy kék és egy sárga kvark, ezek szépen átalakulnak egymásba, kibocsájt, mondjuk a kék szépen kibocsát egy gluant, mondjuk egy sárga színű gluant ami elrepül, belecsapódik egy másik, mondjuk sárga színű kvarkba, és akkor át, vagy hát átalakul sárga színű kvarká, és amiben elnyelődött ez a gluon, az pedig átalakul egy kék színű kvarká. Tehát az a lényeg, hogy a kék, kék színű kvark kibocsátott egy sárga színű gluont, az belecsapódott egy sárga gluomba, az átalakult kékké, és akkor így cserélgetik egymás színét. És a gluon az, amelyik ezt a színtöltést változtatgatja, ez kb. olyan, mint a, mint a foton az elektronoknál, de itt, itt a gluon. ezt csinálja, a kvarkok azok így át tudnak alakulni egymásba, és ezt néha meg is teszik, Ez, ezt, meg hát ilyenek vannak. Na és akkor mindenféle ilyen hadronok alakultak ki az univerzum kezdeti kb. 10-12-en az őssobbanás után. Ez a hadronkorszak, nagyon magas volt a hőmérséklet, és akkor mindenféle ilyen konformációk voltak stabilisak, hogy volt, amiben két kvark volt, volt, amelyikben három kvark volt, volt olyan, amiben négy, meg voltak ilyen exotikus, ilyen rohadt, nehéz hadronok, amiben, amiben már öt darab is van a kvarkokból, és ezek így átalakulnak egymásból. Itt a szintöltésnek kell mindig megfelelnie, tehát egy ilyen párosításnak mindig semleges, vagy ha úgy tetszik, fehér szint kell kibocsájtania. Tehát mondjuk itt kell egy piros, kék és egy sárga kvark, itt kell egy piros és antipiros, mondjuk tegyük fel, hogy az is, az is mondjuk semlegesnek tekinthető, vagy fehérnek, és akkor szépen itt a szintöltéseknek ki kellett jönnie, ezek tették lehetővé, hogy ezek a kicsik nagyobb, kicsit nagyobb struktúrák, a hadronok létrejöhessenek. Kb. kb. Ez történt, itt kb. milyen, milyen meleg lehetett, itt kb. 10-a 15-en Kelvin hőmérséklet lehetett az univerzumban, ilyenkor már rohadtul tágult az univerzum, de ez még csak 10-a 12-en másodperc vagy másodpercező sobanás után volt, volt jelen. Na, hát és akkor végül az történt, hogy a azok a kvarkok maradtak meg, leginkább amelyek három. Vagy hát azok a hadronok maradtak meg leginkább a hadron korszak végén, amelyek három darab kvarkból épültek fel. Ugye ezek lesznek akkor a protonok. Itt ez, ez D betű. Meg itt van egy másik ilyen, ö, másik kvark csomag ez lesz ugye a proton, ez pedig a neutron. Tehát a hadron korszak végén, tehát 10 e, 12-en, vagy 10 15-en, vagy hülyeséget beszélek, tehát 10 10-en másodperccel a nagy után kb. megállapodott az univerzum, és akkor ilyen hadron voltak, és akkor ilyen, ugye ebből is lehetett, ugye itt még mindig léteznek antirészecskék, tehát az történt, hogy miután ez az egész ősplazma, mert ez ilyen nagyon nagy hőmérsékletű ionizált plazma ami kitöltötte az egész univerzumot, ez tartalmazott ugye részecskéket, meg antirészecskéket, tehát voltak negatív, tehát antiprotonok, meg antineutronok is ott voltak. És akkor persze az volt, olyan magas volt a hőmérséklet, hogy ezek így keletkeztek, tehát hogy jött egy nagy energiájú sugárzás, keletkezett belőle egy proton, meg egy antiproton, pár, ezek itt szétröpültek, néha az is megtörtént, hogy egy proton meg egy antiproton találkozott, és akkor azok szétsugárzódtak gamma fotonokká, vagy hát nem gamma fotonokká, de sokkal hát nagy energiájú fotonokká, és azok szétsugároztak. És akkor persze emellett voltak még elektronok is, és ugye ahogy a hőmérséklet, ahogy az univerzum tágult, a hőmérséklet folyamatosan csökkent, emiatt az történt, hogy előbb-utóbb olyan Alacsony lett a hőmérséklet, viszonylag még mindig több több ezer milliárd kelvinről van szó, de annyira lesökkent a hőmérséklet, hogy az átlagos fotonoknak, amelyek ott ugráltak az univerzumban ebben az időben, azoknak nem volt olyan nagy az átlagos energiája, hogy mondjuk egy akkora E egyenlő MC négyzet energiát képviseljen az a foton, ami ott röpült, amely két darab proton tömeget ki tudott volna tenni, tehát nem volt már elég nagy a háttérsugárzás energiája ahhoz, hogy proton-antiproton párokat tudjon létrehozni, ezért ezek, ezek, a folyamatok szépen leálltak, és akkor amennyi proton meg antiproton keletkezett, annyi volt, és akkor ezek már csak megsemmisülni tudtak. Tehát szépen találkoztak, szétsugároztak, de újak már nem keletkeztek. Ezután következett ez tehát a lepton korszak, mert az elektronnak ugye 2000-szer vagy 1000-szer kisebb a tömege, mint a protonnak meg a neutronnak, tehát ez ilyen nagyon sokkal könnyebb, tehát sokkal kisebb ez az M mértéke, emiatt sokkal kisebb energiájú fotonok, tehát konkrétan ezek már gammafotonok. Ezek a gammafotonok ezek még jelen voltak az univerzumban, a lepton korszakban. Az kb. ilyen 10 perccel, perccel vagy 10 másodperccel az ősrobbanás után. megtörtént az ősrobbanás, eltelt 10 másodperc, eddig, addig lezajlott minden ilyen folyamat, amiről eddig beszéltem, hogy keletkeznek ezek a, a kvarkok, a kvarkok szétszakadoznak ilyen kisebb darabokba, ilyen hadronokba, megmarad a proton meg a neutron, lehűlt tovább a hőmérséklet, eltelt 10 másodperc, és az elektronok meg a pozitronok vannak még jelen, akik azt tudják csinálni, ezt nem is így kell jelölni, pozitront az elektron csak pozitív töltésű, ez a pozitron, ez az elektron antirészecskéje, tehát a lepton korszakban, amilyen 10 másodperc az ősrobbanás után volt, ezek a folyamatok játszottak le, hogy jött egy gammafoton foton, vagy két gammafoton foton, találkozott, és szét, szétesett két ilyen kis elektronra, meg pozitronra. És azok szétmentek, ezek megint találkoztak, megint találkoztak, és lejátszódott a folyamat visszafelé, szétsugározott, szétsugárzódott szé szé két gamma foton. Na hát ezek a folyamatok játszó játszódtak le a lepton korszakban. Itt a hőmérséklet 10 a 10 kelvin volt, tehát látszik, hogy megy lefelé a hőmérséklet. Itt nem tudom, hogy itt, itt 10 a 15 kelvin volt még a hadron korszakban, itt pedig már öt nagyságrendel lejjebb csökkent a hőmérséklet, és már csak a leptonoknak a keletkezésére volt lehetőség. Ugye itt még voltak olyan jelentek még kicsit korábban, hogy ugye az elektronnak is vannak azért nagyobb, mert ő egy tényleg elemi részecske, tehát kvarkokkal egyenértékű, az elektron kvarkokkal egyenértékű elemi részecske. Ezeknek is, mint ahogy a kvarkoknak, az áp és a down kvarknak is vannak nagyobb testvérei, ezek a csár, meg a bájos részecske, meg az ilyen kis szar részecskék. Az elektronnak is van, azoknak ilyen műon, meg stb. Meg még lehet, hogy annál is van egy nagyobb tömegű Öm elektromos töltést hordozó lepton, de nem tudom. Na mindegy, és akkor ezek maradtak meg, meg a neutrino, és akkor hát vannak ilyen átalakulások. Lepton korszak, aztán tovább hűlt a hőmérséklet, és akkor persze ez a folyamat is leállt, hogy az univerzumot kitöltő nagy energiájú fénysugárnak, gamma fotonoknak már nem volt akkor az energiája, hogy újabb elektron antielektron párokat hozzanak létre, és akkor szépen ez a folyamat is leállt, és akkor véget ért a lepton korszak, és elkezdődött a sugárzási korszak. Ugye már csak az történik, hogy most már vannak, tele van, a, tele van az univerzum protonokkal, meg vannak antiprotonok, vannak neutronok, ezt nem, nem tudom, hogy máshogy jelölni, de ennek is van antirészecské, és akkor elektronok is vannak, meg pozitronok. És akkor vannak a részecskék és az antirészecskék, és az univerzumot ezek töltik ki. Most már újabbak nem keletkeznek, de amik régiek ott vannak, azok még ott mocorognak, és mennek egymás mellett, és néha összeütköznek. Ugye marha nagy még mindig a hőmérséklet, ez, ez, a korszak, ami itt van, hogy ezek így mennek ott és találkozgatnak egymással, az történik ugye, hogy szétsugárzódnak, tehát akkor keletkezik tiszta energia. Nagy energiai sugárzás minden esetben. Ezek is gamma fotonokra sugárzódnak szét. Ez a sugárzási korszak, ez már ilyen 10 perccel az ősrobbanás után egészen 300 ezer éven keresztül tartott. 300 ezer éven keresztül az történt, hogy tele volt a világ frissen keletkezett protonokkal, meg antiprotonokkal, meg mindenféle antirészecskékkel hozzá, és ezek szétsugárzódtak, találkoztak, és telerakták, telenyomták az univerzumot fotonnal, ahogy megsemmisültek ezek az anyagi darabkák. De persze közben az univerzum rohadtul tágult, és az történt, hogy azért voltak olyan részecskék, amelyek ilyen protonok és neutronok így szépen elröpültek egymáshoz, és nem tudtak találkozni az antirészecskékkel, és azt lehet mondani, hogy amikor a szé szétsugárzás megtörtént az univerzumban, akkor mondjuk 500 millió foton keletkezett, és e emellett maradt egy darab proton, neutron, meg elektron és az antirészecskék azok mindenféle ilyen a részecske standard modellében ilyen CP szimetriák, meg mindenféle ilyen szimetria sértések miatt így hát az antianyag az kicsit gyorsabban elbomlott, mint a, mint a rendes anyag. Na és ez történt, és akkor tehát ilyen rohadt kevés anyag maradt, az összes többi anyag az gyakorlatilag megsemmisült, és akkor ez az az anyag, amiből ma tovább lehet dolgozni, ugye vannak már protonok, neutronok, meg elektronok, itt már jönnek az ilyen atomos dolgok, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag az antianyag, amikor teljesen a akkor az teljesen megszűnt, és akkor maradt ez. Ezekből lehet majd tovább építkezni. Jó, ez 16 perc alatt eljutottunk eddig, az király. Nézzük meg, hogy akkor most miről kéne beszélni. Itt, itt. Ö... Azt lehet mondani, hogy hát ja, tehát ami itt megmaradt anyag, ezek szépen, ugye tovább hűlt a hőmérséklet, és amikor lehűlt arra a hőmérsékletre, ami már olyan hőmérséklet, hogy, a, hogy a, az atommagok ionizációja, a hidrogénatom, hidrogénatom ionizációs energiájánál kisebb hőmérséklet, mert mint ugye ennek van valamilyen ionizációs energia, ami 13 elektron volt, és ehhez tartozik valamilyen hőmérséklet, és amikor a hőmérséklet annyira lecsökkent, hogy már ennél kisebb energiájú volt az átlagos Háttér sugárzásnak a fotona, foton energiája, fotonok energiája, akkor szépen atomokba rendeződtek, tehát a kis elektronok, azok befogódtak a protonok köré, és szépen létrehozták a hidrogén atomokat. Persze ott megtörtént kis mennyiségben, mondjuk elég nagy mennyiségben, mert ugye amikor az, univer, amikor ez az egész hadronkorszak így leállt, és, és a, már létrejöttek a pro, protonok, akkor ott még némi fúzió is megtörtént, tehát némi Hidrogén összefúziónálódott, és keletkezett belőle hélium, és azt lehet mondani, hogy kb. 75%-nyi héliumból áll jelenleg, amikor ez a folyamat leállt, mert ugye akkor annyira lecsökkent a hőmérséklet, hogy akkor már fúzió is leállt. Egy rövid ideig, nagyon rövid ideig tartott, kb. nem tudom, fél millió évvel a nagybum után, akkor állt le az a, az a folyamat, hogy a hidrogén keletkezett hidrogén atomok hidrogén Konkrétan protonok, mert itt még hidrogénatomokról nem lehet beszélni, mert minden, ionizációs, minden ionizálódva van, azért mert marha nagy a hőmérséklet. Tehát volt egy olyan rövid időszak, amikor szépen a hidrogénionok, tehát a protonok, fúzionáltak és héliumionokat hoztak létre, és amikor ez ez is le, lejátszódott, lehűlt a hőmérséklet, és már nem volt elég energia, hogy, hogy fúzionáljanak a részecskék, akkor 25% hélium keletkezett, meg 75% hidrogén. És akkor még ilyen nyomokban egy-két egy nehezebb, mondjuk lítium, meg berílium. meg ilyenek, de ezek kb. egy-két atom összesen az egész univerzumban. Na, és akkor, akkor úgy néz ki most az univerzum, hogy lehűlt szépen, és már atomok alakultak ki, tehát a hidrogén atomok azok létrejöttek, helium atomok létrejöttek, ugye a kis protonok köré. Befogódtak a kis elektronok, és akkor megint ott röpködnek, és akkor most már ilyenek vannak, meg vannak kicsit nagyobb atommagok, ez a hélium, és akkor körül már két darab ilyen, ilyen kis elektronot röpköd, és akkor ilyenekből van, van az univerzum, ilyen tölti ki az univerzumot. Ugye ez ne felejtsük el, hogy ez annyi anyagból maradt meg, ami, amit, tehát itt az anyag nagy része, tehát a gyakorlatilag a 90, 9,99, sok-sok-sok 9 és százaléka az mind szétsugárzódott fotonná, és az összes többi maradék az a 0,00, nagyon sok 0 és 1 százalék, az az, ami megmaradt ilyen rendesen atomos anyagnak, amelyek ilyen formában vannak most már jelen, mert olyan hőmérséklet van már az univerzumban, hogy, hogy ez a helyzet most. Szóval, tehát ott tartunk jelenleg, hogy eltelt kb. félmillió millió év a nagy az ősrobbanás óta, és most már az univerzumot az a nagyon kevés atomos anyag tölti ki, nem egyenletesen, hanem teljesen hát homogénen, de azért kicsi eltérésekkel. Tehát így szokták mutatni azt a nagy felvételt a kozmikus háttérsugárzásról, ami egy ilyen pókhálós szerkezetet mutat így az univerzumról, és akkor ilyen ilyen érdekes kép van az interneten, meg lehet nézni, kékkel meg itt jelölgetik, és akkor itt létrejöttek ilyen szálak benne, és ezek a szálak a megmaradt ilyen nagyon kevés uh, hidrogén felhő, meg hélium felhők, amelyek így az ősrobbanásból megmaradtak, ugye ezek már viszonylag kis tömeggel rendelkező részecskék, gravitáció, meg mindenféle egyéb erők, azok így összetartják őket kicsit, és akkor ezek szépen gravitációsan összeálltak, tehát szépen ilyen szálakat képeztek, ugye, ahol elkezdtek így sűrűsödni. Egyes elméletek szerint, amelyeket most nagyon kutatnak, de a sötét anyag is az valahol itt nagy szerepet játszott, ugyanis a sötét anyag ilyen korongok formájában rendeződött az impulzus megmaradás törvénye miatt, és a korongok azok így metszették egymást egy vonal mentén, és ahol mentették, vagy metszették egymást, ott egy kicsit nagyobb volt a gravitáció, és akkor ebben a kicsi gravitációs gödörbe oda Vonzódott össze a sok hidrogén és hélium gáz, és akkor itt kezdődtek meg a galaxisoknak a létrejöttei. Tehát emelteleg a galaxis képződést azt a sötét anyag vezérelte, vagy szabályozta, és azért lett ilyen szálas struktúrája az egész univerzumnak a szerkezete. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy miután a sugárzás, miután az annyira lehűlt a hőmérséket, hogy az elektronok befogódtak, megszűntek a töltött részecskék a, az univerzumban, tehát most már atomok is hát atomok voltak csak jelen az univerzumban, hidrogén és hélium atomok, és ezek már nem töltött részecskék, ezek már elektromosan semleges részecskék, tehát nem lépnek kölcsönhatásba az elektromágneses mezővel, ebben a, ebben a pillanatban az átláthatatlan sűrű plazmafelhő hirtelen kitisztult, és átlátszóvá vált, és itt, itt szokták azt megjelen, meg elmondani, hogy ebben a pillanatban csatolódott le a a kozmikus háttérsugárzás, tehát itt indult útjára az a, az univerzumnak az a sugárzása, amely jelenleg is mérhető az univerzumban, ami ilyen 2,7 Kelvin hőmérsékletű, ugyanis ebben a pillanatban most már a, a fotonok olyan kis energiájuk, energiájuk voltak, hogy egyszerűen átmentek az atomokon, és nem tudták gerjeszteni az elektronjaikat, és ezért nem is nyelődtek el, tehát ebben a pillanatban a részecskék elindulhattak, bejárni az egész univerzumot, és ma is ezt lehet tapasztalni, ha felnézzünk az égre, és erről készítették azt a kék meg zöld színben pompázó háttérfelvételt a kozmikus háttérsugárzásról. Na ez történt, és akkor, és akkor innen lehet folytatni a történetet, ugyanis a most következő történet az már a csillagkorszak, amely több milliárd éve tart, kb. 10 milliárd éve tart, ugyanis az történik, hogy az univerzum, ami jelen pillanatban is tágul, meg akkor is tágult, így szépen a sötét anyag meccés pontjai mentén szépen összerendeződött az anyag, összehúzódott a hélium meg a hidrogén, és szépen szakadozott, felszakadozott ilyen kis darabkákra, ilyen kis, hát konkrétan csillagokká omlott össze. Ugye a porfelhő szépen összesűrűsödött, a gravitáció összesűrítette őket, egy pontban koncentrálta a hidrogén és hélium keveréket, és akkor szépen, amikor annyira megnőtt a nyomás miatt a hőmérséklet az ilyen képződő csillagokban, hogy ott beindult a fúzió, akkor szépen kigyulladtak a csillagok, és elkezdtek lángolni, és akkor elkezdődött a csillagkorszak, megszülettek az első csillagok. Az első csillagokban még nagyon sok volt a hidrogén, ugye azok frissen, frissen elkészítve kapták az üzemanyagot az univerzumtól, tehát az ősobbanásban keletkezett gyakorlatilag nagyon 75%-nyi hidrogénnel kezdtek el dolgozni, tehát nagyon szépek, és szép, tiszta energiát szolgáltató csillagok voltak ezek, hatalmasak voltak, és nagyon gyorsan, pár, pár tíz, 10 százmillió év alatt elégették ezeket a, az üzemanyagokat. Tehát nagyon, ugye mindig azt lehet mondani, hogy minél nagyobb egy csillag, annál gyorsabban, ugye annál nagyobb a központban a nyomás, annál nagyobb ott a hőmérséklet, és minél nagyobb a hőmérséklet, annál gyorsabban játszódik le a fúzió. Tehát minél nagyobb egy csillag, minél nagyobb a tömege, itt a tömeg meg a sűrűség számít, minél nagyobb, annál gyorsabban elég, és amikor elég, akkor szupernova robbanás történik, és az ilyen hatalmas tömegű csillag után mindig általában egy fekete lyuk marad, mert akkor a energiák koncentrálódnak oda a középpontba, hogy átszakítják a téridőt, de ez is egy vicces történet, úgyhogy majd erről is lehetne külön videó. Foggalom nincs, miért írtam ide. Na, és akkor ez van. Tehát ezek még ilyen hatalmas nagy ö, csillagok voltak tiszta ö, hidrogénből gyorsan megsemmisültek és elkezdtek szétpukkanni. Tehát ilyenkor az egész univerzumot, hogy így egybe szemlélem, megint itt van az a rohadtul nem ellipsisre sikeredett ilyen térkép a, az univerzumról. Úgy nézhetett ki az univerzum, hogy most már átlátszó volt, tehát lehetett látni a a galaxisoknak ezt a szála struktúráját, és folyamatosan csillámlott az egész, hogyha persze gyorsan, tehát ilyen, hogyha ilyen annyira felgyorsítjuk, mint a Universe Sandbox játékban, így nagyon felgyorsítjuk az időt, hogy minden másodpercben eltelik mondjuk egy milliárd év. Akkor azt lehetett látni, hogy így felfel -fel milliószor csillámlik az egész, egész univerzum, azért mert a csillagok, a keletkező csillagok gyorsan létrejönnek, élnek egy darabig, világítanak, aztán pukkel pukkannak, és hatalmas nagy robbanásokkal volt tele itt az univerzum. Ez volt a csillagkorszak. Aztán persze, ugye ezek valamennyi másfajta anyagot is legyártottak, és akkor a szétszóródott, a következő csillagok már kicsit kisebbek voltak, szennyezettebbek voltak, kevesebb anyagból épültek fel, és akkor létrejöttek az ilyen kis középszerű csillagok, mint mondjuk a nap is amely ilyen nagyon-nagyon kis laza, ilyen kis könnyű tömegű, nem túl nehéz, szép lassan 10 milliárd évig elél. Ugye rengeteg sok <coughs> korábbi csillagnak a felrobbant maradványaiba épült fel a napunk is, és a környezetében mindenféle egyéb elemek, amelyek az ilyen csillag robbanásánál ugye, amikor egy supernova robban, akkor mindenféle nehezebb atommagok keletkeznek, egészen polóniumig, meg uránig, meg mindenféle rohadt nagy cucc, és azok amikor szétrobban a szupernova, azok szétszóródnak, akkor a maradék anyagból, mert ugye amikor szétrobban egy ilyen csillag, akkor a java részét az anyagának a szétdobja. És a anyagának egy kisebb része omlik össze a központi testé, ami lehet feketejük, feketejük vagy neutroncsillag, vagy valami egyéb ilyen katasztrófa. Na és a mi napunk az már ilyen szennyezett anyagokból épült fel, kigyulladt a napunk, és a körülötte lévő kis maradék kis piszokból abból jöttek létre a bolygók, és akkor azokon vagyunk mi. Tehát itt van a helyünk az univerzumban, a csillagkorszaknak a, az elejénél vagyunk jelenleg, az univerzum történetében, és akkor ez történik, hogy itt most is jelen pillanatban is tartasz, hogy állandóan vannak ilyen csillagbölcsők az univerzumban, tehát hogyha így felnéznek az égre a csillagászok, akkor szoktak lefotózni a galaxisokat, meg ilyen mindenféle nebulákat, meg ködöket, amelyekben jelen pillanatban is zajlódik az a folyamat, amikor, vagy zajlik az a folyamat, amikor a gravitáció össze tömöríti, össze a hidrogén hélium gázt, és akkor szépen ott új csillagok gyulladnak ki. Meg hát persze le lehet látni mindenféle katasztrofális csillag, megsemmisüléseket is. Na hát azt lehet mondani, hogy akkor ez egy ilyen következő fázis, és itt már meg lehetett figyelni azt, hogy ezek a korszakok az univerzumban logaritmikus skálán mutathatók be a legjobban, tehát a kezdeti korszakokból, amelyekből jó sok volt, Hadron korszak, meg Lepton korszak, meg ezekben mindenféle részkorszakok, sugárzási korszak, ezek ilyen nagyon-nagyon rövid időszakokat foglaltak ott el az elején, és minden következő ilyen felvonás az egyre hosszabb volt, és ez feltételezhetően ez így is lesz, hiszen ugye ahogy tágul az univerzum, egyre csökken a hőmérséklete, és minél kisebb a hőmérséklet a folyamatok, annál lassabban lomhában mennek végre, ezért belátható az, hogy itt minden egyes korszak, mondjuk itt ezek a kis korszakok, ezek, ugye ez egy nagyon magas hőmérsékletű interaktív korszak, a következő korszak az már ilyen, ilyen, kisebb energiák változásával megy, itt meg már olyan hosszú korszakok vannak, hogy hogy az akár több milliárd éves lehet, például a csillagkorszak, az akár ezer milliárd évig is eltarthat. Mert ugye mi történik? A rengeteg sok kis csillag, ami marad, az ugye, hát mi történhet velük? Hát miután átmentek ezen az érdekes kalandozáson, hogy elfogyasztották a hidrogén, hidrogén üzemanyagukat, akkor héliumot égettek, akkor vöröshóriásos kalandozásokon mennek át, aztán amikor ez is megtörténik, akkor általában összeomlanak egy fehér törpévé, és akkor még hosszú ideig, meg a neutron csillagok is, azok nem nagyon tudják leadni a hőmérsékletüket, mindenféle kvantummechanikai okokkal tudnak csak lehűlni. Tehát több ezer milliárd évig ezek hűlnek, és hatalmas nagy hőmérsékletük van, valamint ott maradnak még a fekete lyukak is, amelyek, amelyek ugye ott vannak, minden telnyelnek, hatalmas tömegük van, és nagyon hidegek. Tehát ezek a Miután az összes csillag így megsemmisült, ugye rengeteg sok hidrogén meg hélium van még az univerzumban, ezt mind el kell fogyasztani. Az összes hidrogénnek és héliumnak át kell menni ezen a, ezen a történeten, hogy egy csillagban átalakulnak nehezebb atomagokká, akkor azok szépen, szépen szétesnek, meg ha hasonló. Csillagok azok összeomlanak fekete lyukakká, meg neutron, csillagokká, meg fehér törpékké, meg mindenfél éve, meg szétszóródik az anyag. Ez több ezer milliárd évig eltart, ez, ez már egy ilyen csillagkorszak utáni állapot, ahol már az univerzum úgy néz ki, hogy nagyon hideg van, tehát 10 3 harmadikon Kelvin, akár az utolsó csillagok azok lassan elkezdenek kihűlni, az utolsó fehér törpék, és akkor ugye még, még rengeteg sok idő történik, mert akkor ugye történik az, hogy már csak fekete lyukak meg kihűlt csillagok vannak az univerzumban, hát ez... Az egész univerzum most már úgy néz ki, hogy hideg, sötét, és csak fekete lyukak vannak benne, meg a maradék ilyen kis anyag, és akkor ezzel nézzük, hogy mi történik. A fekete lyukak sem állandóak, az derült ki, ez, ma, ez már ugye ilyen modern modern felfedezés, ez a e, Penrose és a Hawking, ezek ilyen fizikusok, akik kitalálták azt, hogy mi történt az ős meg a fekete lyukakkal, ez már az ilyen őtételük, őt hogy a fekete lyukak sem állandó jelenségek, ugyanis kétfajta folyamat is létezik, amely a fekete lyukakkal lejátszódik. Az egyik a perrosz folyamat, amely elméleti, tehát ez még nincs bizonyítva, de nagyon úgy tűnik, hogy ez ez a helyzet, hogy a fekete lyukaknál annyira eltorzul a téridő, hogy, hogy, egy, hogy itt az eseményhorizont környékén itt van valahol egy ilyen nem tudom minek nevezett zóna, ahol még itt pont tudnak keringeni fénysebességgel a, a részecskék, és szép lassan spiráloznak bele a központba hogy itt van, van, olyan erős itt a gravitációs mező, annyira hirtelen változik a gravitációs mező, tehát itt ez, ebben a pontban itt még kicsi a gravitáció, és hogyha egy picit odémész, akkor már olyan rohadt nagy a gravitáció, mert ugye, hogyha itt, itt, van a fekete lyuknak a közepe, és itt, itt jössz a téridőből, akkor ilyen a fekete lyuk. Hogy így belemegy oda a végtelenbe. Ilyen a fekete lyuk, és mondjuk tegyük fel, hogy itt még több boldogani táldogász, kicsit sodrót szarra, de ez a helyzet. De itt vannak már olyan állapotok, hogy itt egy centit, ha mész, egy kicsit ennyit elmozdulsz, akkor már végtelen sokat változik a gravitáció, tehát itt még alig hat rád, tegyük fel a gravitáció, már itt is old nagy bajban vagy mondjuk, de itt még kicsit alig hat rád a gravitáció, alig hat rád a gravitáció, de ha egy centivel odébb mész, akkor ott már annyira zuhan a gravitáció lefelé, annyira szívbetéget, téged, hogy spagettizálódsz. Tehát a fejed az még itt van, de a tested az már itt nyúlik befelé, és akkor hát kb. így nézel ki, amikor itt a lábad így belemegy a fekete lyukba, mert a fejed az még nem érzi a gravitációt, de a többi részed az már rég, rég beszippantódott a fekete lyukba. Na, ilyen körülmények között előfordulhat az, hogy keletkezik itt mindenféle részecske, antirészecske, virtuális részecske pár, a gravitációs mező szétfeszítő hatása miatt. Ugye van, van a vákumpolarizáció nevű jelenség, hogyha nagy elektromos töltést ide kapcsolnak rá, ez létező fizika, ez már így ö, le van vezetve, be van bizonyítva, meg ki van mérve. Tehát itt van egy ilyen vákumkamra, nincs itt benne semmi, és itt hatalmas nagy elektromos töltést kapcsolnak rá, akkor előfordulhat az, hogy részecske, antirészecske párok, mondjuk elektron, pozitron párok keletkeznek, és akkor azok ott elröpülnek két irányba, és akkor valamilyen kis feszültség változás, tehát áramfolyást itt lehet mérni, amiatt, mert a nagy feszültség miatt a keletkező részecske, antirészecske párok azok így létrejönnek. Na és az elmélet az az, hogy vajon ezt a gravitációs mező is meg tudja tenni, tehát a hirtelen változó gravitációs vonzás az is meg tudja tenni azt, hogy részecske részecske párokká polarizálja a teret, téridőt, és létrejöhet el negatív energiájú részecske. Na most azt, hogy mi az, hogy negatív energia, azt nem tudom, de itt nem részecskanti részecske párról van szó, mert ugye a az antirészecskének is ö, ö, pozitív a tömege, tehát az nem antigravitál. Viszont itt negatív energiájú részecskének kell keletkezni, amely belesik a fekete lyukba, a pozitív energiájú részecske pedig elröpül a fekete lyuktól, és akkor azt lehet látni formálisan távolról, hogy a fekete lyuk lyukból kijött valami. Persze, hogyha negatív energiájú részecske esik bele a fekete lyukba, akkor a fekete lyuk lyuknak az energiája csökkent, tehát a tömege csökken. Tehát itt egy negatív tömeg, itt lehet, hogy tényleg valami negatív tömegű dolognak kell beleesni a fekete lyukba, ami aztán ott csökkenti annak a tömegét. Ez a péróz folyamat. És ugye, amiről itt szó van, az a Perrose Hawking tétel, hogy mi lesz a fekete lyukakkal. A Hawking sugárzásnak pedig az a, az a szituáció, hogy a fekete lyukak is többféle méretben létezhetnek. Vannak ilyen rohadt nagy, több millió nap megű fekete lyukak, például Sagittarius A, ami a tejútrendszer közepében van lehet. De vannak ilyen pár-tíz nap tömegű fekete lyukak. Tehát nagyon kicsi, és azt lehet mondani, hogy a Fekete lyukak, ez már a Hawkingnak az ötlete volt, hogy egy fekete lyuknak minél nagyobb a tömege, ugye ennek rohadt nagy a tömege, ennek érdekében a hőmérsékletének nagyon kicsinek kell lennie. Tehát igazából ez itt egy nagyon kicsi energiájú, ki, kis hőmérsékletű fekete lyuk. Minél kisebb egy fekete lyuknak a tömege, annál nagyobb a hőmérséklete. Tehát egy nagyon kicsi fekete lyuk az már ma, ma, nem forró a rohadt nagy tömegű feketejük azok pedig nagyon hidegek. Tehát mondjuk 10 a mínusz negyediken vagy 10 a en Kelvin hőmérsékletű a fekete lyuk Nagyon hideg, és fekete és sötét és hideg. De ha kicsi, akkor pedig forró. Na és ugye mi történik a fekete lyukakkal? Ugye telik múlik az idő, és ugye emlékszünk még arra, hogy a hőmérséklet az csökken. Most már itt nagyon elment a hőmérséklet, és már vagy nagyon elment az idő arra, és a hőmérséklet nagyon lecsökkent erre a kis értékre, és akkor most már tegyük fel, hogy mi történik akkor, hogy a 10-4-en a Kelvin lesz az univerzumnak a hőmérséklete. Hoppit elfelejtettem, ekkor egy gyors kitérőt teszünk. Tehát tegyük fel, ez a helyzet: van a Planck eloszlás, ami azt jelenti, hogy egy adott hőmérsékleten, egy adott hőmérsékleten, a termikus sugárzásnak a energiaeloszlás függvényét mutatja meg. Tehát a Planck eloszlás, az egy nagyon bonyolult képlettel leírható dolog, azt mutatja meg, hogy ha van egy test, mondjuk van egy vasrúd, ami 1000 fokos, tehát valószínűleg fehéren ízik, akkor az a vaslemez az kibocsájt valamilyen sugárzást. Most nem tudom pontosan milyen a, a görbének az alakja, többféleképpen lehet ábrázolni, tehát lehet a hullámhoz ábrázolni, vagy lehet az energiát ábrázolni, és frekvenciát is lehet itt ábrázolni, tehát sok minden lehet az X tengelyen, és persze néha előfordul emiatt az, hogy néha tükröződik, vagy átalakul az ábra, de kb. néz ki a plankeloszlás. Tehát az a lényeg, hogy egy adott hőmérsékleten lehet mérni egy ilyen plankeloszlást, és azt lehet ez a plank görbe. Igazából általában ez valahogy, valahogy ilyen nagyon szépen szokott kinézni, tehát valami ilyesmi szokott lenni ilyen érdekes elhajló görbe ez. Tehát nem ilyen nagyon szimmetrikus. Tehát beszéljünk a erről. Tehát ez a plank görbe azt lehet mondani, hogy ezer fokon a test, ez világít, és hogy milyen színnel világít, azt a plank görbe mondja el. Itt van a hullámhoz, nullától, mit tudom én, végtelenig, vagy valamennyi hullámhoz. És akkor itt minden hullámhoznak megfelelően, itt meg, megmutatja az intenzitást, hogy milyen intenzitással sugározza az adott hullámhosszú fotonokat. Ugye itt minden egyes ilyen pont, az X-tengelyen az egyfajta hullámhossznak megfelelő. Ugye tudjuk, hogy a fotonoknak a hullámhossza az mindig a fotonnak a színére vonatkozik. Ugye lehet beszélni arról, hogy van ugye a. Most senkit nem téveszem meg, hogy ez itt, ez itt térben van, nem csökken. az amplitúdó az állandó. De mindegy, két ilyen amplitúdó között van a hullámhossz. És ugye, hogyha nagy a hullámhossz, akkor kicsi az energia. Tehát, hogyha itt úgy, úgy rajzoltam, hogy itt a landa, ez növekszik, arra nő akkor, akkor itt a hullám ez kicsi, ez itt kis energiájú fotonokra utal erre felé. Itt pedig nagy energiájú fotonok vannak. És hogyha mondjuk ezer fokos valami, akkor azt lehet mondani, hogy kis intenzitással ilyen kis energiájú fotonok jönnek, ekkora intenzitással ilyen nagyobb energiájú, ekkora intenzitással ilyen ilyen ekkora energiájú fotonok jönnek ki a testből, meg ilyenek is vannak. Tehát mindig meg lehet nézni azt, hogy adott hőmérsékleten hogy néz ki a plangörbe, és ez megmutatja, hogy milyen típusú hullámhosszú fotonokból, milyen intenzitással jön ki a, a fény a, a testből. Mindennek van termikus sugárzása, tehát mi az ilyen emberi hőmérséklet, az ilyen termikus sugárzás, tehát az ilyen infravörös tartományban bocsátja ki a fényt, az már nagyon kis energiájú, kis hőmérséklethez tartozó hősugárzás infravörös. <coughs> a magasabb hőmérséklethez tartozó ö, sugárzások az ilyen ultraibolya, meg a gamma sugárzás, ugye amikor nagy volt a hőmérséklet, akkor ott a lepton korszakban a gamma sugárzás volt az, ami nagyon jelentősen szerepet játszott. Na, és erről akartam beszélni, hogy az univerzum az olyan, hogy, hogy van az univerzum, és van benne egy foton, ami így megy benne a sugárzási korszakban. És ugye az univerzum tágul, és a foton az nem telt egyebet, mint hogy a az univerzummal együtt tágul. Tehát, tehát, hogyha az univerzum volt ekkora, ekkora volt a távolság, itt van benne egy hullám belerajzolva, hogyha ezt a hullámot, ezt, hogy az univerzum kitágul, akkor a hullám az követi a tágulást, és veszít az energiájából. Tehát az univerzum tágulása miatt a sugárzásnak a hullámhossza folyamatosan növekszik, ugye, ahogy tágul, ez a nagyon sűrű rúgó, ez szépen így kitágul, ez történik a fotonokkal, ezért van egyébként az, hogy a hőmérséklet lecsökken, ugye, folyamatosan egy sugárzás vesz bennünket körül, jelen pillanatban is, két, fok, két foknak megfelelő a sugárzás, és ez már olyan, ugye most jelen pillanatban vagyunk, most arról beszélek, hogy most mi van, tehát tényleg most, az van most, hogy 2,7 Kelvines a, 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 az űrben a hőmérséklet, és ez az a hőmérséklet ez olyannak felel meg, hogy plank eloszlás, amelynek a maximuma a rádió tartományban van. Tehát a mostani hőmérsékletnek megfelelő plank eloszlásban a legintenzívebb ilyen ö, hullámforma, legintenzívebb csúcs, leg, legtöbb fajta sugárzás az ilyen rádió, ilyen néhány tíz méter, vagy néhány, néhány tíz száz méter. Hullámhosszú elektromágneses sugárzásból tevődik most össze. Na, és akkor gondoljuk, gondolkodjunk egy picit e e eképpen, hogy, hogy szépen itt jött az univerzum, telt az idő, a hőmérséklet az csökkent, és akkor volt, egy, volt egyszer egy olyan hőmérséklet, amikor olyan volt a hőmérséklet, hogy 5000 Kelvin. Hát ebben a hőmérsékletben ebben a hőmérsékletben még nem, nem lettünk volna boldogok, mert ez elég meleg, 5000 fok volt. Tehát volt olyan idő pillanat a világban, amikor a hőmérséklet 5000 fok volt mindenhol a világon. Tehát az egész univerzumnak a hőmérséklete 5000 fokos volt. És ennek a hősugárzásnak a Planck eloszlása szerint ilyenkor piros színnek megfelelő kb. Tehát ez a látható tartományba eső hullámhosszok ilyenkor a leggyakoribbak, tehát amikor 5000 fok volt a hőmérséklet az univerzumban, akkor felteltően az egész univerzumnak színe volt. Tehát, hogyha akkor ott lettél volna, és tegyük fel, valahogy nem haltál volna meg az 5000 Celsius fokos univerzumi átlaghőmérséklettől, akkor azt láttad volna, hogy az egész univerzum időről időre, mondjuk 10 millió év alatt szépen megváltoztatja a színét. Először az egész univerzum kék volt, aztán szépen elkezdett zöldé válni, majd citromsárgává, majd narancssárgává, majd pirossá vált az egész, aztán szépen az egész univerzum sötétté vált, elsötétedett, és újra feketeség lett, vagy hát eddig nem volt feketeség, eddig ilyen izzó fehér fény volt, de vagy akármi. Tehát láthatatlan, tehát sötétnek tűnt nekünk, mert mi nem látjuk azt a nagy energiájú fotont, meg a kis energiájú csetát. Tehát volt egy olyan időpont, nem tudom ez mikor volt, amikor 5000 fok volt az univerzum hőmérséklete, akkor, akkor színe volt az univerzumnak. Akkor láttad azt a sugárzást, ami az egész univerzumnak a színe. Tehát szépen így megváltoztatta a színét pár év alatt, aztán újra elfekedett, vagy pár millió, tíz millió év alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt, és akkor újra elfekedett, és onnantól kezdve hősugárzás, ilyen rönt ö, nem röntgen, mi a szaraz? Infravörös sugárzások ö, töltötték ki az univerzumot, akkor szépen el lement a hőmérséklet, tovább hűlt a hőmérséklet, és egyszer volt olyan, egyszer olyan is volt, hogy volt olyan, hogy 35 fokos volt körülbelül az univerzum. Amikor az egész univerzumban bárhol voltál az űrben, akkor nyugodtan akár még a kabátodat is levetted volna, mert pont kellemes hőmérsékletű volt az univerzum. Na, erről szerettem volna beszélni, milyen érdekes, hogy volt egy olyan időszak, amikor színes volt az univerzum, mert az egész univerzumot kitöltő sugárzás piros színnek megfelelő volt mondjuk. Oké, térjünk vissza ide a fekete lyukakhoz, és folytassuk az univerzumnak a történetét. Tehát tulajdonképpen a leghosszabban létrejövő, vagy megmaradó ilyen nagy struktúrák, azok a fekete lyukak. Tehát az történik, hogy előbb-utóbb a hőmérséklet annyira lecsökken, hogy a fekete lyukaknak a hőmérséklete alá csökken a hőmérséklet. És ebben az esetben a termodinamika, is, termodinamika szerint a fekete lyukból hőmérsékleti sugárzás fog kiáramlani az univerzumban. Tehát Azután, hogy a háttér az egész univerzum hidegebb, mint maga a fekete lyuk, akkor a fekete lyuk a melegebb, és a melegebb helyről hidegebb felé áramlik a hőmérséklet. Tehát szépen hősugárzás fo formájában a fekete lyukak kibocsátják magukból a hőenergiát, és ezzel szépen csökken a tömegük fotonok fognak tehát kijönni a fekete lyukból, ezáltal a fekete lyuknak pedig csökkenni fog a tömege, és szép lassan, minél jobban csökken a tömege, annál több sugárzást fognak kibocsájtani, és amikor eléggé összemegy a tömegük, amikor már ilyen nagyon kis, nagyon kis pici centiméteres fekete van szó, akkor hirtelen robban egy nagyot, mert akkor már annyira gyorsan történik a kisugárzás, egy hatalmas nagy robbanás formájában megsemmisül a fekete lyuk. És akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ebben a formában itt megszűnt az anyag, és újra sugárzást tölti be az univerzumot. Tehát persze ilyenkor már rohadtul széttágult az univerzum, tehát el se lehet képzelni, hogy mekkora ilyenkor a nagysága, tehát nagyon ritka, de ez a sugárzás is szépen ott megjelenik, és ez is széttágul, és ez is lecsökken, és akkor ez is eltűnik, diszipálódik az egész. Na és akkor mi történt az ilyen kis megmaradó dolgokkal, mint hogy bolygó, meg kis maradék kihűl csillagok? Hát ugye van, van egy ilyen érdekes dolog, az mindenféle asszimetriai cucc miatt, ami a kvantummechanikában előfordul, tehát, hogy a, fekete lyukaknak az, az, élete az ilyen, most már olyan, olyan, nagy távolságokról beszélünk, 10 a 150. év. 150. -en év. Az, amiről itt beszélgetünk, tehát ennyi idő kell ahhoz, hogy a fekete lyukak szépen elpárologjanak. Na és akkor az történik, hogy még mindig ott vannak ilyen elkószált bolygók, amelyek meg megmaradt kihűlt fagyos anyagdarabok, amelyek ugye már rohadt hidegek a háttérsugárzás miatt, mert ilyen mínusz, ilyen 10 a mínusz 5-en Kelvin a hőmérséklet, ugye egyre jobban csökken a hőmérséklet és akkor nagyon messze elröpülnek ilyen kis anyagdarabkák, és ugye ezek protonokból, meg mindenféléből állnak, és ezek ugye úgy stabilak. Nincs energia, tehát már nem vesznek részt semmilyen folyamatban, ugye szépen ott a az atommagok, meg a molekulák összekoccanak, és hát szépen el tudnak bomlani a protonok. Van egy ilyen nagyon kicsi, hogy 10-28. év alatt egy proton az el tud bomlani. Ez, ezt elméletekbe vezették, hát van, ez egy nagyon-nagyon gyenge folyamat, tehát 10 dikon év alatt ilyen nagyon ez egy ilyen felezési idő, tehát hogyha veszünk egy csomó protont, akkor 10 a 28 a név alatt a fele elbomlik, a fele pedig megmarad. És akkor ilyen hosszú idő alatt, tehát 10 a 28 a évek alatt szépen a protonok el tudnak bomlani, ezt el, úgy teszik meg, hogy elbomlanak egy pozitronra, meg valami más nagyobb tömegű részecskére, itt a barén töltéseket el kell számolni, azok így eltűnnek, és akkor az maradék elektron, ami ott volt a proton körül, azok szétsugárzódnak, és megint, megint csak sugárzás keletkezett. Tehát azt lehet látni, hogy szépen az anyag, anyag, ami így keletkezett az ősobonás után, az mindenféle kalandos folyamaton megy át ilyen csillagokban, ugye csillagok születnek, meg mindenféle ilyen egyebek. Majd fekete lyukakká omlanak össze, a fekete lyukak azok szépen szétsugárzódnak, tehát megint elektromágneses sugárzást tölti ki az univerzumot. Utána a protonok is elbomlanak, protonok szétsugárzódnak a belülük keletkező pozitronokból és elektronokból, ezek így Összeragadnak és uh, szétsugárzódnak uh, gamma fotonokká. És ugye az univerzum tágul, tehát ezek a fotonok szépen megnyúlnak, lecsökken az energiájuk, elvész az energia, és a végtelenség megy ez a folyamat. Ugye hát lehet gondolkodni azon, hogy vajon melyik a legkisebb energiájú foton, hát melyiknek végtelen hosszú a hossza, ez nem tudom, mikor valósul meg, de hát végtelen idő van erre. És akkor hát ez a, ez a helyzet, hogy, hogy igazából szépen sugárzás fog hangzani egész végig az univerzumban, ahogy szépen széttágul, és sötét semmi lesz az egészből. Tehát szépen majd a sugárzások is lassan elfoszlanak, mert rohadtul megnő a hullámhoz, és lecsökken az energiájuk. Hát ez lesz az univerzumnak a, a, jövője. Ez egy elég sötét univerzum, ez a nagy recs, hát ez több-több tíz a, tíz a kétszázadikon év múlva fog megvalósulni ha gyorsulva tágul. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy ez az egész csak egy ilyen illúzió, mert mondjuk mi történne akkor, hogyha mondjuk neutrinók is ott röpködnek mindenfelé, tehát itt a folyamatokban mindenhol neutrinók keletkeznek az ilyen erős-gyenge kölcsönhatások során, és a neutrinók azok nagyon kicsi részecskék, még az elektronnál is több milliószor kisebb a tömegük. Akkor nem tudom, hogy lehet ezt jelölni, tehát... Ha az elektron, és tehát az elektron a neutrinóhoz képest egy ilyen hatalmas nagy böhöm cucc. Tehát a neutrinó az egy nagyon kicsi kis darabka, és nagyon gyorsan repül közel fénysebességgel repülő kis dolog. És, mi, és ugye <coughs> ilyenből nagyon sok van, tehát ezek így keletkeznek, ezeknek is ugye van antirészicskéje, tehát arra is van esély, hogy egy antineutrinó találkozik egy neutrinóval, és szétsugárzódnak, és mindenféle kisebb energiai fotonok keletkeznek, de ezek nagyon messze mehetnek egymástól. Tehát mi van akkor, hogyha gravitációsan ezek a nagyon kis ö, elemi részecskék, a neutrinók képesek igazából nagyobb struktúrákat létrehozni? Tehát gravitációsan van itt egy nagyobb neutrino, vagy valamilyen nagyobb tömegű részecske, gravitáció, és mondjuk pályára körülött egy neutrino. És akkor mi történik akkor, hogyha az, az egész világ, amiben élünk, az megismétlődik még egyszer, még kisebb, még lassabb. Ö, ilyen kis standard idővel ellátott folyamatokban, mármint, hogy még, még hosszabb ideig játszódik le egy dolog, mondjuk mennyi idő alatt kerül meg egy neutrinó gravitációs hatása miatt egy ilyen nagyobb részecskét, mit tudom, nem, nem, tudom, milyen nagyobb részecske lehet még itt. Itt egy neutron körül. Neutron körül keringő neutrinó. Atom. Tehát mi, 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 mi van akkor, ha rohadtul kitágul az univerzum, annyira lecsökken az energia, hogy ez a folyamat ez már megvalósulhat, tehát gravitációsan egy neutrinót befog egy neutron, és létrejön egy ilyen <coughs> molekula, és mi van akkor, hogyha ez a sok molekula képes kölcsönhatásba lépni, vagy ez atom? Vagy hát ez nem is atom, mert ez nem is biztos, hogy létezik ilyen, tehát ez most ilyen feltételezés, hogy mi van akkor, hogyha az univerzum után ez van, hogy olyan nagy már az univerzum, hogy az átlagos energia benne az, hogy létre tud jönni, olyan kis energiájú fotonok vannak, amik nem verik szét ezt a struktúrát, mert ez ugye nulla, gyakorlatilag nagyon kicsi energia kell hozzá, tehát 10 a mínusz századikon, 10 a mínusz századikon Kelvin hőmérséklet van, akkor olyan kicsi az a fotonoknak a sugárzása, hogy nem verik szét ezeket, tehát nem tudja annyira meglökni a foton a neutrinót, hogy el, és akkor talán egy neutron körülkeringő, keringő, <kül> mondjuk ez nem lehet, mert ez 15 perc alatt elbomlik, de mondjuk egy valamilyen kis darabka körül keringő neutrinó ilyen kis atom keletkezik, és akkor ezek nagyobb struktúrákat képeznek, és ezekből is kialakulhatnak talán élőlények, meg mindenféle egyéb. Na, hát kb. kb erről szól így az univerzumnak a története, ez egy ilyen nagyon, nagyon hadarás dolog volt, tehát nagyon sok mindenről kell itt nagyon részletesen beszélni, hogy ez tényleg vicces legyen, <kül> de remélem, hogy azért így is átjött, hogy milyen érdekes dolgok történnek így a világban, és hogy hol a helyünk az univerzum történetében. Meg, hogy milyen kis falatnyi darab vagyunk így az egész világban, nagyon-nagyon nagy szerénységre int ez a tudás. Meg akkor lehet töprengeni a filozófiai dolgokon is, hogy ez miért van. Meg ilyenek, ez egy nagyon érdekes magvas táptalaj az érdekes gondolatoknak. Úgyhogy remélem sokakat megihlet, és akkor majd a kommentekben megjelennek érdekes dumák meg. Természetesen ki lehetne javítani engem, mert szerintem nagyon sok hibát mondtam itt az előadás során, amennyit csak lehet. Na hát ennyi lett volna egy a mai alkalomra. Az ilyen rizsa. Remélem tetszett ez az előadás. <kül> és akkor köszönöm a figyelmet, sziasztok!